dictator is coming. You. Dictator? Azt hiszem, Kunce Gábort húzta fel legjobban a jelenet. Nem, ez nem most, ez már korábban is egyébként ez is, de hát aztán végignéztem, ahogy Juncker fogadja a különböző nyakkendőt igazít. Meg összehasonlít nyakkendőt, meg az egyiknek megcsókolja a kopasz fejét, meg nem. Szóval tényleg, ahogy mondtad az elején, hogy ez hihetetlenül kínos. Itt Európa vezetőiről van szó, és az ember nézi őket, és azt mondja, hogy Jézus Mária, hát szóval borzasztó. Az egy más kérdés, hogy Orbánnak meg hát adott egy nevet, ugye, egy taslit is, de előtte ugye odasukta a szomszédnak, hogy itt jön a diktátor, és úgy köszönt, hogy hello diktátor. Az se véletlen persze, de az az igazság, hogy itt a tasli meg egyéb ügyben én inkább Orbán pártján vagyok, mint Juncker pártján. Ez borzalmas volt. Iszonyatos dolgot fogok mondani nektek, és lehet, hogy soha többé nem jelenhetek meg a képernyőn. De én azt gondolom, hogy engedjünk már meg egy kis humort, és könnyedséget, és játékot, és hogyha kicsit megpaskolja, meg röhögnek, meg ő se haragszik, miért nem lehet egy európai politikus? Jó, én nem mondom, hogy ez egy nagyon kellemes dolog, ahogy ő viselkedik, de nem ítélem ezt, nem olyan fontos, nem ez a fontos. De nem tudom, hogy nekem nincs humorérzéken, de ez se az, hát ez nem humor. Ezt én tartom fenn magamnak. De ez, hát ez humor. Ez a játék. Humor, csak van, játékosság van benne. Tehát nem, az egészet nem kéne olyan rettenetesen súlyosnak tekinteni, mert sokkal fontosabb az, amiről beszélnek, amit eldöntenek, amit nem döntenek el, és így tovább. Megpaskolja, hát ő egy ilyen ember, ő megenged magának mindenfélét. Jelentem, mindennek halálosan pontos jelentése van, és ez sem egy vicces dolog valójában, csak úgy látszik. És felháborodni pedig nem azon kellene, hogy így paskol, vagy úgy paskol. Mindestre képzeljük el magunknak, hogy ugyanezt megcsinálja egy európai vezető, mondjuk Szálasi Ferenccel, vagy Adolf Hitlerrel, hogy megpaskolja. Mit jelentene ez? Hát nem csinálja meg, de azért nem csinálja meg, mert az orbáni paskolás jelentése annyi, hogy tudjuk, hogy milyen fiú vagy, bennünket te egyáltalán nem zavarsz, mert ilyen pici vagy, ezért nem csinálják Hitlerrel, illetve csinálták volna, nyugodtan tedd tönkre a saját országodat. Ez az üzenete, halálosan komoly üzenet. Az interneten valaki hasonlót írt, mondanám, ha eszembe jutna, hogy ki, nem tudom, és hogy hát, ha Hitlerrel is ezt tették volna, de ez nem jó. Hogyan Hitler megint Orbánhoz? Miért? Mindennek van összefüggése, és az analógiák azok rendkívül fontos következtetésekre tesznek a lehetőséget. De ez akkor azt jelenti, hogy most egy dolgot vizsgálunk, az, hogy megpaskolta Orbánt. Na de akkor mit csináljunk a görög miniszterelnökkel, akinek a nyakkendőjét tologatta, vagy a másik miniszterelnökkel, akinek összehasonlította, vagy a harmadikkal, amelyiknek folytogatta a torkát, akkor ezek miről szólnak? Csak azt jelenti, hogy ők vannak helyzetben, és ezért kifejezésre juttatja, hogy a másiknak milyen szerepe lehet itt. Szép lehetsz, de okos nem. Ennyit jelent. Péter, hallgassuk meg, mit mond egy ügyvéd. Hát nem jogi a kérdés. Hát jogi relevanciája ennek nincs. Én azzal értek egyet, hogy ebbe, ugye, ha magatartás kutató lennék, akkor azt mondanám, hogy Juncker ezzel azt jelenti, hogy én ezt is megtehetem veled. Márpedig is akkor itt mi egyet értünk, hogy ezt meg lehet tenni Magyarország miniszterelnökével, mert egyébként Magyarország ebbe az unióban egy olyan jelentéktelen pont, és senkinek semmilyen érdeke nem fűződik ahhoz, hogy itt valami fontos dolog történjék. Jó, hát kérnek pénzt, adunk néha, aztán megrendszabályozzuk őket, vagy nem. De, és akkor most, hogy ide is mondjak valamit, nyilvánvaló, hogy ennek a Junckernek, aki ugye mégiscsak itt valami vezető politikus, valamilyen magatartási zavara van. Az egészen bizonyos,
mert a diplomáciában, és ha most szigorúan ezt veszük a diplomáciában, azért ilyen magatartások nem szoktak előfordulni. Szóval én még nem láttam egy Obamát mondjuk vicceskedni, és lehülyézni, meg lediktátorozni bárki más, pedig sokszor beszélget olyan emberekkel, legutóbb ugye Castroval, hogyha jól tudom, akit egyébként nyugodtan diktátorozhatna, de nem teszi. Nem tudok ebben abban állást foglalni, de az minden esetre zavaró magyar emberként, hogy minket itt a nullába vesznek. Amit még érdekesnek találok ebben egyébként, tovább gondolva az előbbi fejtegetést, ahogy Orbán Viktor reagált. Egyáltalán nem sértve, nem megdöbbenve, nem tekintve ezt valami lekezelésnek, hanem részt véve ebben a játékban. Tehát ő is úgy kicsit visszapaskolta, ő odaállt mellé, és röhögött vele együtt, mint ez egy közös játék lenne. Igen, de pontosan lefordította arra, hogy ő azt csinálhat ennek alapján, amit akar. Igen. És ilyen értelemben ez azért nem Magyarországra vonatkozik, ez Orbánra vonatkozik. Na de, amit te mondasz, az abszolút összecseng azzal, amit a Gábor mondott. Hát már abban az értelemben, hogy teljesen jelentéktelenek vagyunk. Tehát ő még diktátornak se komoly diktátor. Hát nincsenek kényszermunkatáborok, szórakozik itt a választási törvénye, meg egy csomó számunkra kellemetlen dolgot csinál az Alkotmánybírósággal, de európai léptékben, amíg itt nem visznek el bilincsben újságírókat. Ne adjál ötleteket, légy szíves. Nem, ezt komolyan mondom, hogy nem veszik komolyan, még diktátornak se veszik komolyan, mert ez egy ilyen dunamenti diktátorság. Na most azért, ha megnézzük ezt a filmet is, meg ugye amikor korábban Juncker a kezénél fogva kiúszta Orbánt, ja. Zavarba van, hát, és hányszor Orbán zavarba van, azonnal a nyakkendőjéhez nyúl, és igazít egyet rajta. Nézzétek majd ezeket vissza, tehát zavarba van ettől, aztán amikor Juncker átolja egyik oldalról a másik oldalra, és ottan, szóval... Amivel a Henrik kezdett, hihetetlenül kínos. És akkor ugye még nem beszéltünk arról, mert jön még a Merkel is. De most, bocsáss meg, hogy közbevágom, csak eszembe jutott. Ezt egy Medgyessy Péterrel nem lehetett volna megcsinálni. Eleve azért nem, mert egy 185-190 centi magas, jóvágású, 60-as ez a rossz kisfiú. Tehát az Orbán Viktor az Európa rossz kisfiúja, akit megpaskolunk, meg hülyének nézzük. De hát egyszerűen. Önmagatoknak mondtok akkor ellent, mert valóban elismeritek, hogy ennek üzenete van, és ezért egy ilyen csúcspolitikus soha véletlenül semmit nem tesz, függetlenül attól, hogy az alkata színezi a viselkedését. A Medgyessyvel azért nem tennék ezt, mert más üzenetet kell, de nem azért, hanem mert más kellett volna neki üzenni. Az üzenet fejeződik ki ebbe, hát a kommunikációnak nagyon sok nyelve van. Mondjuk a Cameronnal nem csinálta az kétségtelen, viszont Angela Merkel ugye két puszi, aztán utána még mutogatja, hogy és még egy harmadikat is kérek. Igen. Jó, két dologról szól, ugye egyrészt a Junckerről, másrészt az Orbánról ez a történet, és nagyon külön kéne választani. És harmadrészt Magyarországról. Az Európai Unió politikájáról szól ez. Külön kéne választani ezt a két dolgot szerintem. Jó, na, nézzük a következő filmet.